Több szempontból is rendhagyó éve zárt a megyei futball. Tavasszal a koronavírus járvány miatt az első osztályban 4, az alacsonyabb osztályokban 2 forduló után véget ért a szezon, úgy, hogy nem is hirdettek végeredményt. Ősszel rendben elindult a pontvadászat, de a novemberi korlátozások után a csapatok többsége már nem lépett pályára. Az elmúlt egy évben mintegy 10%-kal csökkent a felnőtt nagypályás csapatok száma a megyében. A 2019-20-as szezont felnőtt csapatlétszámról beszélve 120 együttessel kezdtük el, de március 14-én, amikor az utolsó játéknap volt, már csak 114 sportegyesület volt versenyben, és a 2020-21-es szezon pedig augusztusban 108 csapat kezdte meg, tehát egy év alatt lehet azt mondani, hogy 10%-kal csökkent a felnőtt csapatok létszáma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez kimondva soknak tűnik, viszont ha azt nézzük, az országos tendencia is sajnos ez, hogy a kisebb településeken, a falvakban egyszerűen megszűnik a futball, vagy nagyon nehéz összeszedni a csapatot. Aztán elindultunk az ősszel, és ez az őszi szezon sem ment végig, hiszen a 12. játéknap után, ugye november 9-10-én már nem is szakadt félbe igazából a bajnokság, de a Magyar Labdarúgó Szövetség a különböző kormányhatározatokra hivatkozva igazából a sportegyesületekre bízta, hogy ki szeretne játszani, vagy ki nem, és az önkéntességre nem nagyon fült a fogók a csapatoknak, így szinte az utolsó 3 forduló teljesen elmaradt a megye 1, megye 2-be. Ez viszont azzal jár, hogy így sokkal hamarabb kell kezdeni a tavaszi szezont, hiszen a megyei első osztályt már január 30-31-én elkezdjük a 13. fordulóval, a megyei másodosztályt pedig 2 héttel később, február 13-14-én a 13. fordulóval. A szabályok szerint a téli szünetben csapatot váltó futballisták az elmaradt őszi meccsek pótlásán már új klubjuk színeiben léphetnek pályára. Január 15-től február 14-ig tart az átigazolási időszak, akár labdarúgás, akár futszáról beszélünk. Ugye a labdarúgás szakágat nézzük, ahogy mondtam, átlagosan 3 mérkőzés maradt el. Értelemszerűen január 30-tól, vagy megye 2-be február 13-tól, meg főleg már sok olyan játékos lehet, aki a téli szezonban átigazol, hogy új csapatban játszik. Őket meg lehet nyugtatni azzal, hogy már több éve változott a Magyar Labdarúgó Szövetség ide vonatkozó szabályzat. Ez azt jelenti, a labdarúgás versenyszabályzat azt mondja ki, hogy a mérkőzés az eltolt időpontban azok a játékosok játszhatnak, akik abban a pillanatban az adott labdarúgó egyesülethez tartoznak, érvényes versengedéllyel, sportolósival rendelkeznek, és nincsenek eltiltás alatt. Magyarán az új játékos az új csapatában játszhat mindenféle megkötés nélkül, hogyha nincsen eltiltás alatt. A körülményekre tekintettel a megyei szövetség ezúttal sem a hagyományos felkészülési teremtornát, sem a műfüves nagypályás tornát nem rendezi meg. A megyei első osztályban május végéig be kell fejeződnie a bajnokságnak, az alacsonyabb osztályokban 2 héttel később zárul majd a pontvadászat.